Sziasztok! Így az év végeztével szeretnék nektek köszönetet mondani a tavalyi évért, és mesélni pár dolgot a 2020-as terveimről. Először is, hát sok minden történt 2019-ben. Sikerült végigjárnom a Rotavi Sentinert, a portugál utat egészen Lisszabontól, illetve az angol utat. Ezen kívül sort kerítettem az első hosszú teljesítménytúrámra is, amiből valószínűleg nem lesz rendszer, de legalább ezt is kipróbáltam. Történt sok minden, jó dolgok és rossz dolgok is, de hát mindenből tanul az ember. Kicsit belekóstoltam a sátorozásba és az ilyen jellegű túrázásba. A terveim szerint 2020-ban ezt folytatni fogom. Kicsit Skandinávia irányába is kacsingatok, de vannak kaminos terveim is. Úgyhogy a blogon jönni fog egy pár kifejezetten kevésbé kaminós és inkább túrázós bejegyzés és a felszerelésekre koncentráló tesztek, illetve összehasonlítások, és igyekszem olyan dolgokat bemutatni, profi dolgokat, és amellett a hasonló, tudású, de jóval olcsóbb dolgokat is, hogyha valaki éppen azt keresi, hogy hogyan lehet könnyű pakkal túrázni, de nem akar rá vagyonokat költeni, akkor erre keresek alternatívákat. Szereztem idén egy csomó tök jó dolgot, amit terveim szerint kisorsolok majd köztetek, ezért érdemes feliratkozni a YouTube csatornámra, ennek a linkjét beteszem ide a videó alá, mert az egyes videókhoz kapcsolódóan terveim szerint ki fogok majd sorsolni dolgokat, például tervezek fenntartható életmóddal kapcsolatos posztot és videóbejegyzést, ehhez kapcsolódóan pedig nagyszerű dolgokat szereztem, amiket majd kisorsolok, illetve hát kaminós felszereléseket, könnyű akasztható neszeszert, könnyű törölközőt és hasonló jóságokat, illetve könyveket. Tervezem, hogy folytatom a kaminós úti könyvbemutató sorozatomat és a kaminós emberekkel kapcsolatos riport sorozatomat is, úgyhogy maradjatok velem 2020-ban is, és élményeket gyűjtsetek, ne tárgyakat, kivéve azok a tárgyak, túrázással kapcsolatosak, mert az nagyon-nagyon király dolog. Köszönöm, hogy velem voltatok, maradjatok velem 2020-ban is. Sziasztok!